tisztelt ház képviselőtársaim, Novák Előd képviselő úr, a mi hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak, ki hazudik címmel. Tisztelt ház, tekintettel arra, hogy a mi hazánk frakció vezetője ezen azonnali kérdésnél előzetesen nem nyilatkozott a személyes válaszadási kérelemről, ezért ezt a határozati házszabály alapján úgy kell tekinteni, hogy a kérdés feltevő képviselő személyes válaszadást nem kér. Ennek megfelelően Novák Előd képviselőt illeti a szó, és majd Orbán Balázs politikai igazgató úr fog válaszolni. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszterelnöki politikai igazgató úr, megdöbbentő módon szabadkőműves páholyt támogat a Fidesz kormány az adófizetők pénzéből. A napraforgó páholy a nemzeti együttműködési alapból is pénzt kap arra, hogy átláthatatlan, titkos működését finanszírozza. A napraforgópáholy.hu főoldalának alján is látható a támogatóink rovatban most is, hogy a Bethlen Gábor alap, illetve a Nemzeti Együttműködési Alap logója fel van tüntetve, mint támogató. Pedig a sötét múltú szabad kőművességet inkább El Simon László leváltásához hasonlóan kellene kiszorítani a magyar közéletből. A nemzetbiztonsági kockázatot jelentő páholyok a jelek szerint mégis olyan befolyást szereztek a kormányzatban, ami nemzetközi viszonylatban is kirívó szégyen. A Vatikán épp néhány hónapja adta ki állásfoglalását, miszerint súlyos bűn szabadkőművesnek lenni. Szakács Árpád kiadásában dr. Rafai Ernő levéltári források alapján mintegy 10 kötetben mutatta be, hogy Magyarország trianoni szétdarabolásában első számú felelősségük van a szabadkőműveseknek. A legsötétebb múltú szervezet szélsőséges francia közreműködéssel hozta létre a napraforgó páholyt, amelyet már a magyar kulturális igazgatás is finanszíroz. De miért? A nemzetközi szabadkőművesség most a globális világrend kialakulásáért tevékenykedik, mások mellett a migrációt népszerűsíti. Igaz-e, hogy Schmidt Mária a Fidesz egyik fő ideológusa, a napraforgó páholy vezetője? Ha nem, akkor ki ennek a kormányzat által támogatott szabadkőműves páholynak a képviselője? Milyen jogi személy áll a napraforgó páholy mögött? A címükre bejegyzett magyarországi nagyoriáns Jászi Oszkár Páholy Egyesület mennyi állami támogatást kapott? Miniszterelnök úr egy tavalyi írásbeli kérdésemre nem is tagadta, hogy ő is a világhatalmi háttérszervezetek 4 fős magyar delegációjának egyik tagja volt, még a Liberális Internacionálé alelnökeként, de számos kérdést megválaszolatlanul hagyott a kormányfő. Kérem, hogy ön most érdemi válaszokat adni szíveskedjen. Miért támogatja a szabadkőműves napraforgó páholyt a Fidesz kormány anyagilag is? Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt ház, a válaszra megadom a szót Orbán Balázs úrnak, a miniszterelnök úr politikai igazgatójának. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Nagyon rövid leszek, ön 2 állítást fogalmazott meg, egyik állítás sem igaz a kettőből. Az ön által napraforgó páholyként említett szerveződés, 1, az nem civil szervezet, 2, a nemzeti együttműködési alapból semmilyen támogatást nem kap. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, igazgató úr. Egy perces viszontválaszra Novák Előd képviselő úr a szó, parancsolja. Igazgató úr, a napraforgópáholy.hu oldalán a támogatók közt látható a Nemzeti Együttműködési Alap logója, Schmidt Mária befolyása sem kérdéses valójában. Persze néhány hónapja már, amikor fölhívtam erre a figyelmet, akkor a miniszterelnökségi államtitkár ugye azt válaszolta, hogy hát jogi értelemben nem értelmezhető, a napraforgó páholy nem civil szervezet, ugyanakkor a támogatás, illetve annak nyilvános megköszönései már legalább hónapok óta egyértelműen magáért beszél. Ráadásul Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes, 4 éve Magyarország elleni szabadkőműves összeesküvésről beszélt Trianon kapcsán, és azt is mondta, idézem,
tragikus, hogy sem a bécsi, sem a budapesti vezetés nem ismerte fel a veszély nagyságát, a birodalom megsemmisítésére készülő tervet. Hát nagyon fájó, hogy most önök sem ismerik fel azt a veszélyt, ami egy ilyen páholynak a finanszírozásával együtt jár, pedig Boros Péter volt miniszterelnök is ugyanekkor, Semmilyen Zsolttal egy időben úgy nyilatkozott, hogy most is hasonló folyamatok zajlanak, a 100 évvel ezelőtt megszületett pusztító felfogás mindig is itt lappangott körülöttünk, most pedig megint előre tört. Csak azt kérdezem, hogy miért törhet előre a kormány állami támogatásával? Hogy miért tűrik azt, hogy a napraforgó páholy állami támogatást kapjon, és ezzel még dicsekedjen is? Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválaszra a politikai igazgatórat illeti a szó, parancsolja. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, megpróbálok általános jelleggel is válaszolni az ön által feltett kérdésre, vagy felhozott ügyre. Én azt gondolom, hogy Magyarország számára olyan kormány az ideális, amely külpolitikáját, nemzetstratégiáját a nemzeti érdek alapján vezeti le. Az a kormány, ami 2010 óta kiérdemli a magyar emberek bizalmát, az ilyen kormány. A mi külpolitikai iránytünk, a mi nemzetstratégiai iránytünk, az a magyar érdek. Ezzel összefüggésben hozzuk meg minden külpolitikai döntésünket, ezzel összefüggésben veszünk részt nemzetközi szerveződésekben, és ezzel összefüggésben képviseljük Magyarországot a különböző nemzetközi szervezeteknél. Magyarország számára a szélső jobb oldal, aminek ön is képviselője, még sosem tudott olyan külpolitikát biztosítani, ami az ország fennmaradását szolgálta volna. Mi azon is dolgozunk, hogy ez így legyen a továbbra, és önök ne jussanak hatalmi pozícióba. Köszönöm, hogy meghallgattak.